Hello, hello, sziasztok kedves nézők, az én nevem Batfear, és most a Batman a kezdet kezdetéről fogunk beszélni. A Batman a kezdet kezdete a 87-es Batman The Year One képregénynek a feldolgozása, ami már akkor tehát arról volt híres, hogy egyfajta reális mederbe terelte az egész Batman sztorit. Nem is oda hát, hogy maga Christopher Nolan is ide nyúlt ikletért, mikor készítette a Batman Begins-t. Ha még emlékeztek, a fejembe vettem, hogy kivesézzük az eddig megjelent összes DC egész estés animációs filmet. Itt a lista, akit érdekel, lehet válogatni. Akik látták a Batman a kezdődiket, azok számára ismerősen fog csengeni ez a sztori. Bruce Wayne éppen hazaér külföldi tartózkodásából, és elég hamar el is kezdi üldözni a bűnt, mint Batman. A film érdekesebb szegmense, hogy ezzel párhuzamosan érkezik a városba Jim Gordon hadnagy, aki nem csak a bűnözőkkel, de korrupt kollégáival is összeakasztja a bajszát. Sőt, Gordon hadnagy sokkal inkább főszereplő ebben a Batman filmben, mint maga Batman, ami amúgy tök érdekes, egy egészen más perspektívából láthatjuk a Gothami korrupciót és a sötét lovag felemelkedését. No, meg érdemes hozzáfűzni, hogy ez az egyetlen olyan DC mozgókép, ahol részletesen kibontakozik Jim Gordon jelleme. Hiszen eddig úgy láthattuk őt az összes Batman filmben, mint az erkölcsös, tiszta szívű rendőrt, aki teljes messzélességgel támogatja Batmant a bűnüldözésében. Itt viszont bőven a héj alá kukkanthatunk. Gordon hadnagy egy igazi tökös legény, aki reménytelennek látja a helyzetét, hiszen nem tud egymaga leszámolni a korrupcióval, és még gyereket sem akar világra hozni egy ilyen városba, mint Gotham. A film másik érdekessége, hogy Jim Gordon hangját nem más adja, mint Bryan Cranston, Batman hangját pedig Ben McKenzie, aki ismerős lehet a Gotham című sorozatból, hiszen ő alakítja ott Jim Gordon hadnagyot. Ami egyértelműen a legerősebb pontja a filmnek, az a hangulata, a sötét atmoszférája. Maga Gotham és a korrupció prezentálása a város reménytelenségének és Batman feltűnésével a remény felevenedésének érzése. Jók a karakterek, kezdve Flash nyomozóval, a rendőrfőnökig bezárólag, de felbukkan a macskanő és Harvey Dent is. De mégis az a legnagyobb baj a Batman a kezdet kezdetével, hogy nincs folytatás. Remekül fölvezettek egy újfajta Batman sztorit, teremtették meg sajátos hangulatát, atmoszféráját. Mégis hiányérzetünk van, hiszen se egy második részben, se egy sorozatban nem folytatták ezt a fajta Batman kalandot. Továbbá a lezárás is eléggé hirtelen jön, mindenfajta katarzis vagy csúcspont nélkül. No, meg kötözködhetnék azzal kapcsolatba is, hogy nincs egy markáns főgonosz sem, hiszen itt még mind Batman és Gordon felügyelő is, csak átlagos mafiózók ellen harcolnak, az olyan félőrült, őrült pszichopaták, mint Joker, Rébusz vagy társaik, még nem léteznek. A Batman a kezdet kezdete egy nagyon jó fölvezetése a semminek, és tényleg ez a filmmel a legnagyobb baj, amikor az ember végez vele, megnézte, olyan érzése van, hol egy második rész, hol egy folytatás, dobjátok, hagyj marcangoljam szét, és hát a pocak üres marad, mivel nincs semmi. Viszont ki hitte volna, hogy ilyet mondok, de ezt a Batman filmet, ha valaki miatt, hát Gordon felügyelő miatt érdemes megnézni. Kibontják a karakterét, és rájövünk, hogy egy sokkal tökösebb, egy sokkal markánsabb fickó annál, mint ahogy azt mi a többi ilyen Batman filmből eddig gondoltuk. Batfear voltam, köszi a figyelmet, sziasztok!